Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Kerner Zsolt, és Nagy József a háromharmad mikrofonjai mögött. A hallgatók nem hallották, hogy az elmúlt 10 perc Kerner Zsolt és Pető Péter fogazatáról szól, de ezt <laughs> már majd privát e-mailben tudják velük megbeszélni, hogy milyen csapok, csonkok és egyéb mindenféle implantátumoknak a... Egyszerűbb lett volna fölvenni akkor most. <gül> <gül> ugye, ugye mondtam én nektek, de hát még ennél is a két jeles kollega fogazatánál két sokkal érdekesebb témával, még annál is érdekesebb témával készültünk már. De Érdekes előtte még érdekelt, úgy láttuk, hogy <laughs> és sokat kérdezték bele, de mindegy most már. De tényleg, pont ezt mondom, két rendkívül érdekes témához képest is még két érdekes témával folytatjuk reméljük, hogy nem lesz a témák végén semmiféle kiverés, hogy itt akkor egy ilyen gyönyörű szép kanyarit csak a mondatom végére. Szóval az egyik témánk az az EU-s ügyek a héten, a másik pedig a két miniszterelnök jelöltnek az évértékelő. Javaslom, hogy a fogászati kezelét seken átesett Kerner Zsolt lelkének balzsamozása érdekében kezdjük az EU-s ügyekkel, hiszen ő a mi szerkesztőségünknek a, a külpolitikai főfő szakértője. Annyit, ha egyszer, akkor felvezetésként elmondom, hogy miképpen a 24.hu 168 van, az mi, az mi, nem mi, nem mi nem Miket böffentek <laughs> itt a háttérben, ez a le lelkemérő. Hosszú a múlt a Tehát a 24.hu számszámban is olvashatták, hogy kicsavarná Orván Viktor kezéből a legfőbb fegyverét az Európai Parlament. Zsolt, melyik fegyverről van szó, és hogyan lehetne kicsavarni ezt a fegyvert? Ja, én ezzel a kicsavarással egyébként nem feltétlenül értek egyet. Az Európai Parlament azt szeretné elérni, amit valójában már a jó ideje el akarnak érni, hogy a külpolitikai kérdésekben a Fidesz ne tudjon egyedül megvétózni minden egyes döntés. Most ugye az a rendszer az EU-ban, hogy minden Meg a lengyelek, egyes... igen. Hát, de egy vétó elég, vagy a lengyelek akár, de a lengyelek egyébként kevésbé vétoznak, meg a lengyelekről azt, na, miatt a lengyelekre kitérek, összefogom az egész történetet. Lényeg az, hogy az EU külpolitikai döntéshozatala most úgy néz ki, hogy egyetlen, tehát, hogy mindenkinek a szavazata kell bármilyen közös külpolitikai fellépéshez. És ezt ezért egy tagország is meg tudja vétózni. Az Orbánék azok vissza régóta sportot űznek abból, hogy megvétóznak különböző közös fellépéseket, egy csomószor nagyjából értetetlen, hogy miért, a lengyelek azok ezt kevésbé csinálják egyébként már csak azért is, mert az orbanik általában akkor szoktak fitoktatni ezt az erőt, hogyha az oroszokról van szó. Uh, ne ugyan minden alkalommal megszavazzák az oroszok elleni szankciókat, de minden alkalommal húzzák a szájukat, szerintük ez nem kéne. Lengyelek ennek a vitának a másik oldalán állnak, ők ugye masszívan orosz ellenesek, egyik lengyel párt. Van hozzá uh, történelmük, igen. Igen, érthető módon. Úgyhogy szerintem ez, ez egyébként egy régi vágy, uh, az a probléma vele, hogy módosítani kellene hozzá az EU-s szerződéseket. Ugye, mert, mert most pusztán egy jelentést fogadott el az Európai Parlament Strasbourgban, de ez még nem maga a döntés. A kérdésem az, az hogy milyen döntés a döntés egyáltalán kivitelezhető-e, és milyen következményei volnának. Ugye fölröppent egy másik hasonló hír az Európai Parlamentből a héten, amikor Cseh Katalin jelentését fogadták el, és akkor a, voltak pár, akik azt írták meg, ami a sajtóközleményében volt a Cseh hogy ezzel nem tudom, elfogadták, hogy a városok is kaphassanak uniós forrásokat, ami ugye nem, nem ez történt. Az Európai Parlament az a társjogalkotó ugyan, de nem kezdeményezhet jogalkotási folyamatot. Tehát attól, hogy elfogadnak egy jelentést, az egy politikai üzenet. Az Európai Bizottságnak arra, hogy akkor optimális esetben elkezdhetnének szövegezni egy erről szóló javaslatot. De ez egy brutális politikai harc. Uh, ahhoz meg uh, azt, még hogy a városok közvetlenül kapjanak pénzeket, azt talán meg lehetne a bizottság jogalkotásával is oldani, de azt, hogy változzon a külpolitikai döntéshozatal, ahhoz az EU-s alapszerződéseket kéne módosítani. Amihez és... viszont? Amihez viszont minden, mindenkinek meg kéne szavazni a tanácsban azt, minden tagországnak, hogy mostantól nem kell minden tagország szavazata ahhoz, hogy megszavazzanak minden külpolitikai döntést. Tehát hülyelen normán Viktor és a lengyel vezetés, hát, hogyha ezt Nem Nemcsak Orbán Viktor, azért a hatalom sajátja az, hogy szereti megtartani a hatalmat, és ha -ha. Miért, miért mondaná le önként valamiről. Itt a kormányfők és miniszterelnökök ülnek, nagyon kevesen akarják között, Közülük azt, hogy ne a kormányfők és miniszterelnökök döntsenek kínos kérdésekben. Itt ugye nem csak Magyarország-orosz politikája a kérdés, hanem van egy csomó a török viszony, amiket ittök nehéz átlátni. Egy csomó ember érdekelt abban, hogy lehessen vétózni. Nagyon kevés esélyt látok arra, hogy ebből lesz bármi. Szerintem a, Bocsánat, a nagyobb pofon az Orbánéknak ugye a jogállami mechanizmus jóváhagyása volt a héten igen, nem igen, nem igen, nem Ezen az... a következő téma, és akkor Péter felé fordulok, bár itt Kerner Zsolt árnyékában a külpolitikai tudásunk nyilván meg sem fog látszódni, de legalább próbáljunk úgy csinálni, mintha olyan profik lennénk, mint ő. Ugye szerdán a nyilvánosságra hozott ítélet, szerint az Európai Bíróság elutasítja azt a keresetet, amelyet Magyarország és Lengyelország nyújtott be a testületnek a jogállamiság, jogállamisági, mechanizmus ellen. Ugye ezt a keresetet tavaly márciusban adták be a magyarok, magyar, és a lengyel kormány, és a mechanizmussal visszatartanák az uniós költségvetésből érkező forrásokat. Igen, de én megmondom, hogy én nem látom át ezt ilyen mélységében, ezt az ügyet, hogy valójában mi lesz a nap végén, mi fog történni. Ugye nyilván ugye a kormány igyekszik úgy, át, úgy, eladni, mintha ugye a kampány van, tehát az a, az alapállítás, és igyekszik úgy eladni, mintha a kampány része lenne, mint a magyar választási kampány része lenne az Európai Uniós döntéshozatal. A, a magyar ellenzék igyekszik úgy eladni, mintha arról lenne szó, hogy a magyar kormány nem jut többé EU-s forrásokhoz, ezért az egy megoldás van, hogy ha az emberek szeretnének EU-s forrásokhoz jutni, hogy Orbán Viktor kormányát leváltsák. És ezen túl én nem nagyon látom ma. ezen a kommunikációs satán túli jelentőséget ennek a döntésnek én kevéssé látom. Lehet, hogy sokkal fajsúsabb, és a Zsolt majd elmondja. Én lehet, hogy provincializmus <laughs> uszájában vergődök már a választások előtt ilyen rövid idővel, de én nem látom ennél olyan nagyon sokkal. Mm -hmm. Orbán mondta már januárban, hogy politikai döntés fog hozni az Unió, ezzel már ugye hát, politikolta is, hogy mi várható. Politikai szervezet az Unió, milyen döntés hozna, nem politikai. hogy ez, ez nagyon érdekes, és A politikai mocskos dolga, nem tudnátok, és Orbán Viktor igen, tudja, ezen, ha ha az emberek azt gondolják, hogy mocskos dolog a politika, tehát hogyha politikai döntést emleget egy jelentő számára kedvezőtlen döntés kapcsán, akkor egy mocskos Egyébként Egyébként, ha már teszünk egy nagyobb záróját, nagyon érdekes nézni az Orbán kormány szóhasználatát és politikáról való beszédét, mikor magyar ügyekről van szó, és az európai ügyekben való védekezését, vagy az ilyen típusú, hogy általában jogállami normákra hivatkoznak, amennyiben az Európai Unió és Magyarország viszonyáról van szó, ha Magyarország a egyik fél, akkor úgy azt mondják, hogy ez egy behatárolhatatlan definíció, tehát nem értelmezhető, hogy jogállami norma. Ugye ugyanezeknél politikai döntést hoz az Unió. Ha Magyarország mondjuk azt mondják, milyen döntés lehetne, hát, hát minden politikai hatalmon van, azt hoz politikai döntéseket, mivel demokratikus legitimáció van. De tehát nagyon érdekesen alakul át a, <laughs> a politika, politika, képük, ahogy kilépnek a, a nemzetközi térre. Gulyás Gergő volt a kormányinfona ezen a héten, amikor így egy ilyen botot dugott a saját külői közé, azzal, hogy először elmondta, hogy nem igazán lehet definiálni az EU-ban a jogállami normákat, majd utána definiált egyet, és közölte, hogy ez például egy jogállami norma, és erre fel is hívták a figyelmét, de hát nyilván semmilyen követ, logikai következménye nem lett. De akkor először gyorsan összefoglalom, hogy mi ez a, a bírósági döntés, és akkor utána szerintem van egy szóval tök, tök, érdekes belpolitikai következménye is. Uh, a ez a jogállami mechanizmus, vagy rendes nevén kondicionálási mechanizmus, ez arról szól, hogy el tudnak venni EU-s támogatásokat a tagországoktól olyan esetekben, hogyha azokban a tagországokban megsértik a jogállam bizonyos normáit, és, és ez, ami a legfontosabb része ennek az egésznek, ez közvetlenül bizonyítható, hogy kárt okoz az uniós költségvetésnek. Öhm. Eredetileg ezt egy ilyen tágabb dolognak akarták, ugye az, hogy az EU az nem arról szól, hogy fegyelmezze a tagországokat, és nem is igazán tudja, nem igazán vannak eszközei erre. A hetes cikk, ami eddig a nukleáris opcióként emlegetett ilyen fegyelmező eszköz volt, az is egy új dolog, az arról szól, hogy az eljárás végén elvesznek egy tagállamtól, elveszik a szavazati jogát a tanácsban, tehát onnantól nem szavazhat többet. Ez esélytelen, hogy ez meg fog történni. Valaha túl erős fegyvert csináltak, kellett valami, ami így e között, meg a kötelezettségszegési eljárások között van félúton, és akkor rá lehet szólni a tagországokra. De ugye az se, azzal se feltétlenül ért mindenki egyet az EU-ban, hogy egyáltalán bele kell szólni a bizottságnak abba, hogy mi megy be a belpolitikában. A tanács alapvetően nem szeretné. Jogányi mechanizmus eredetileg tágabb volt, mindjárt befejezem egyébként, de aludjatok el közben. Nem. nem. Ugye, Ugy, ugye azt, azt várom, hogy kimond itt is a végig hogy ebből se lesz az égvilágon semmi, és akkor szomorkodhatunk. A... Hát leálltom, mert A következő témára, igen. Igen, igen. igen lesz belőle valami, nem az, amit várnak. Ugye az, hogy most hozott erő döntést a bíróság, az egy alkúnak a következménye, ez az alkú Angela Merkel, Orbán Viktor és Ursula von der Leyen között született, a akkor, amikor Orbán Viktor vétóval fenyegetett a 7 éves és kapcsán. Az az érdekesség, hogy ezt az alkut eddig senki nem ismerte egy nyilvános, hogy ez valóban megtörtént volna. Az alkutárgya az volt, hogy addig nem fogják alkalmazni ezt a mechanizmust, amíg az Európai Bíróság nem mondja ki róla, hogy ez megfelel az EU ö, szabályainak. Ez egy megsemmisítési eljárás volt, amit kértek. Ö, ezt Gulyás Gergő elismerte egyébként a kormányinfon, ez volt az első alkalom, ha jól emlékszem, hogy valaki elismerte, hogy létezett ez az alkú, hogy addig nem lehet alkalmazni. Maga a mechanizmus életbe lépett január 1-én, de a bizottság addig nem, nem kezdte el alkalmazni. De egyébként ennek az egésznek a következménye az, hogy nagyjából nem fog történni semmi a választások után. Nagyon hosszú folyamat. Még csak egy mondat hozzá, mert a, közben az egy mondat eszembe jutott, hogy a, Ugye erről is ugye az az van, hogy mikor a ilyen típusú szabályokról, vagy politikai következményekről hajlamos beszélni a ellenzéki nyilvánosság, ugye akkor Orbánhoz méri az ilyen intézkedéseknek a jó vagy rossz volt. Tehát, jó, amennyiben képes Orbán Viktor hatalmát valamilyen módon korlátozni, vagy az Orbánhoz fűzött, vagy az Orbánról leszűbe jutó asszociációs mezőben, Lász Tibor Cisnán és Mészáros, Mészel Lőrinc, valamilyen kárt okozni. Rossz, ha erre képtelen az eszköz. Noha ha ja. valójában ezek az eszközök jó vagy rossz volt, abban mérhető, hogy az Európai Unió működését jobbá vagy rosszabbá teszik. Orbán Viktor az Európai Unió történetében, mint ahogy minden vezető egyébként, lábjegyzet lesz egy napon. Tehát már Angela Merkel is, mindenki. Tehát, hogy nem hozzájuk kell szabni ennek a rendszernek a működését, hanem a, ahhoz, hogy hogyan képesek majd a norm, a egyes tagállamoknak a, a működését optimálisan illeszteni az Európai Unióhoz. Ez a szűkítő rendelkezés egyébként, amit a Zsolt is említett. Ugye itt lényegében nehézé ugyan a, a, bizonyítását annak, hogy hogyan élnek vissza költségvetés, hogy hogyan, tehát azt azt is bizonyítani kell, hogy a költségvetésből Ből helytelenül költötték el, vagy teljesen mindegy. Tehát, hogy, hogy van benne még egy bizonyítási szakasz is. Valamilyen lényegében. kapcsot kell a, a jogállami Igen. dolog és a költségvetés között felmutatni. Ugye, ami azt jelenti, hogy ugye egy szűkítő, amire most mondom, a ellenzéki nyilvánosság hajlamos, akkor jó vagy Orbánnak most akkor könnyebb vagy nehezebb, de valójában lehet, hogy sikerült ki kieszközölni egy olyan eszközt, ami az Európai Unió működésében egy olyan új eszközt hoz, ami egyébként hosszú távon segíti a ilyen olyan ö, visszaélések megakadályozását vagy föltelesett. Hogy Orbán Viktor atipikus fejlemény az Európai Unió történetében, vagy nem, az meg ma még nem annyira tudjuk. Tehát, hogy, hogy valójában éveken belül kiderül, mert vagy többen lesznek ők, vagy kevesebben azok, akik az ilyen típusú. Ö, Európa politikát vagy Európa felfogást vallják, szóval ebbe az értelemben szerintem nehéz az eszközről ma megmondani, hogy valójában jó vagy rossz. A, az ellenzéki ö, politikusok szempontjából nyilván elégtelen eredmény született, hiszen, hiszen nem ö, sétált oda Ursula von der Leyen a ö, pénzmegállító gombhoz, és nem nyomta ja, be, ebbe, vagy nem tudom. Ezt nem mondanám ki egyébként ennyire határozottan, azért szerintem ez egy győzelem azoknak, akik akartak bármit legalább fellépést a Fidesz ellen. hogy maga az, hogy, ez a, hogy Orbán Viktor nagyon nem akarta, hogy ez megszülessen és megszületett. Na de valójában pont ez a lényeg, amit mondasz, hogy szerintem pont ez a lényeges, hogy elindultak valon, elértek valamit, ám az ő vágyott kommunikált céljaikhoz képest kevesebbet, noha jóval Abszolid. többet, mint ami reális volt bizonyos értelemben, hiszen néhány évvel ezelőtt ember nem gondolta, hogy lesz egy olyan eszköz, amelynek segítségével az ilyen típusú visszaélések feltárására, vagy korlátozására, vagy a pénz leállítására elméleti lehetőség is kínálkozik. Tehát valójában elérték az eszköz létrejöttét, ám azzal, hogy ugye a kommunikáció ettől független kommunikáció végig abban a sávban folyik, hogy mi lesz Orbán Viktor barátainak pénzével, úgy ebbe a sávban nyilván nem nyújt megoldás, de nem is nyújthatott. Tehát elméleti lehetőség sem volt rá, hogy, hogy fölbuzdulva néhány biztos fölül a repülőre, és leszállva a repülőtérről elutazik felcsútra, ahol Mészáros Lőrinctől kér vissza néhány forintot, mint ahogy az egyébként így keretezve van bizonyos értemben. Tehát ez egyébként egy nem először látott politikai hiba szerintem, mikor a nem alá, hanem túl lövi a várakozásokat az, aki a, 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 a célokat el akar érni, és mikor eléri a célt, akkor hiába érje, nem tudsz sikeres lenni valójában vele. Hát, főleg az, hogy ennek a mechanizmusnak, meg ennek a harcnak még egyáltalán nincs vége. A Ez nagy... a harc lesz a végső mosnában, harc... gyakran mondogatják. A végső, igen. de nagyon hosszú harc lesz, igen. <laughs> uh, az van, hogyha ezt elindítják, uh, és valószínűleg a választások előtt nem fogják elindítani, de iszonyú sokféle oldalról érkezik nyomás a bizottságra, hogy ezt elindítsák még a választásokat, meg az ellenkezőiről is. De az van, hogy először indulna ilyen dolog, valószínűleg Magyarország ellen indul el először, de itt nagyon biztosan kell, nagyon ilyen bomba anyagot kell lerakni akkor a, a, tanács elé, hogy szavazzák meg ennek az elindítását. Ez egyébként minősített többség csak tagállamok 55%-a, ami lefedi az Európai Unió népességének 65%-át ez a szabály, és a, de ez meg lenne valószínűleg. Csak nem akarják elbukni utána a bíróságon, mert amint elindítanák újra, valószínűleg a Fidesz újra megtámadna az Európai Bíróságon, a Fidesz kormány, de ugyanaz meg még is. Újra megtámadnak a bíróságon, és akkor újra egy ilyen hosszú döntési folyamat jönne a megsemmisítéséről. Tehát, hogy még a bíróságban se ez az utolsó szakasz, és maga a folyamat is hónapokig tart. Meg egyébként valójában, ha itt ülünk majd az, a uh, háromharmad jubileumén 2500 vitatásában, <hó> valójában akkor, ugye most tipmixben van mindenképpen az ember, hiszen egy soha nem létező eszközről kellene elmondani, hogy valójában milyen hatás és milyen idő lesz, nem tudjuk. Ugyanakkor szem jó példa, hogy mikor nem tudom, emlékeztek, amikor kicsi EU-sok voltunk, hogy amikor elindult egy kötelezettség szegési eljárás, az körülbelül olyan volt, mintha, hát nem tudom, tehát, hogy mint a, tehát olyan szélsőséges nemzetközi konfliktus, amiben tényleg, Igen. tényleg, táncolunk itt a szélén, hogy beleessünk a szakadékba itt az EU-ból kifelé, most belegondolunk, hát nem is, már tehát nem is nem, nem tud hírlen, vagy hogy a sír, hogy kötelezettségi Nem csak Magyarországon, egyébként bármely országban sok kötelezettségi eljárás. Pedig érdekes egyébként, sokkal kevesebb indul most elmond, de ez részlet. Igen, hát akkor... Kelemen Dániel írt erről egy tök jó tanulmányt, egy hogy így a, a bizottsága a szerződések őre egyre kevés, kisebb lendület előrzi a szerződéseket egyébként és ennek van egy következmény, de mindegy, ugorjunk ezen. Ami szerintem érdekes volt egyébként még a jogállami menezés kapcsán, az az, hogy hogy fordított el ezt a két oldal a saját belpolitikai üzenetére, és mind a ketten valamit el akartak érni vele. Ugye Gulyás Gerg, kezdem a Kamárki mert szerintem még nagyobb őrültség. A Zaj kijelentett az évertékelő beszédében azt, hogy ezzel először 12 ezer eurót, aztán 6 ezer eurót mondott, hogy annyit vesznek el mindenkitől, nem, nem, ezen tudtam követni. Azt is, hogy hogy jött ki ez a szám főleg, hogy ugye egy egyáltalán nem is tudjuk, hogy milyen ügyekben indulhat még, tehát tippünk sincs arra, hogy mennyi pénzt vehetnek el emiatt, uh, semmi köze nincs a valóságnak az, hogy mindenkinek a számláiról leemelnek másfél millió forintot Magyarországon, már csak azért is, mert egyébként ebben a jogállami mechanizmusban benne van a végfelhasználók védelme, tehát az EU-s pályázatokat a magyar kormánynak költségvetési forrásból ki kell fizetnie, addig, amíg nem jön pénze az Európai Unióból. Tehát itt semmilyen magyar nem veszít pénzt elvileg, csak a kormány. Hát Köcsim, nyilván elosztotta a nagy, nagy összeget 10 millióval, és úgy jött ki a végén. Nagyjából igen, ez lehetett a lakó, de ez nyilván pont ugyanannyira hülyesség, mint az, amit Gulyás Gergő mondott, hogy, hogy ezt a gyermekvédelem miatt született <coughs> ez a döntés. Ami szerintem tökéletes, hogy egyértelműen azt mutatja, hogy így pörgetni akarják valahogy ezt a gyermekvédelmi népszavazási kampányt, és mereddig szerintem nem ment annyira jól, mint amit vártak tőle. El akarjuk várni egy kis színes ezt az első témákat? Ugye Varga Judit lényegében azon túl, hogy hihetetlen támadásnak minősítette a szerdai kormányinfon azt, amiről beszéltünk, tehát ezt az uniós ö, döntést, utána elmenekült a sajtó elő. Igen, de az hozzátartozik, hogy én ebben az ügyben megengedőbb vagyok. Abban nem, hogy Varga itt miniszteri fennás során szerintem nem független, kormánytól független, közvet vagy közvetlenül független, na, kormány által közvetlenül, közvetlenül finanszírozott uh, média munkásokon kívül uh, nem nagyon adott még valószínűleg interjút, tehát hogy konfrontatív helyzetet nem vállalt. Na de Gulyás Gergőnek meg a másik részében az igaza volna, hogy ott áll egy miniszter órákon át és válaszol minden kérdésre, és uh, azt hiszem ebben az ügyben egyet sem került meg, vagy egybe biztos vagyok, nem került meg jobban, mint hogy Varga Judit megkerülte volna. Tehát, egy, hogy, én nem gondolom, hogy, hogy olyan kormánytudás be, berak... nem is ebből az ügy miatt volt érdekes, nem a Varga nyilván, hanem a hát, Völner ügy, miatt, a Völner ügy miatt volt érdekes. Tehát, hogy, hogy ez a része, uh, Igazából az a kérdés szerintem, hogy minek kell bejönni. Minek ment oda logikájára. Ez nem sem értem. Ami nyilván egy áldozathibáztató logika a széles nyilvánosságban, de de okkal vetődik fel, hogy ha tudták, hogy nem marad, akkor vajon a gulyás gergely miért lett hát volna kevésbé alkalmas arra, hogy azt mondja, hogy politikai támadást intézett Magyarország ellen az hát, Európai. Egyébként nekem az a tippem, hogy azért, jelcsen. hogy bárki elmenjen erre a kormányinfóra. Mert hogy ugye aznap reggel hirdették meg három órával későbbre, és veszek, hogy nem üregben, hogy valődén és részt vesz rajta, akkor én nagyon örülök, hogy a, egy beszélgettem bitadani volt közvetlen főnökömmel és rovatvezetőmmel arról, hogy érdemes lenne oda menni és ő nagyon határozottan azt mondta, hogy szerintem nem, és örülök, hogy így döntött, mert borzasztó ideges lettem volna, hogyha fél perc után ott kell még ülnöm két órát, úgyhogy Varga itt nem válaszol ilyen kérdésekre, és szerintem meg minden egyes kérdés megkerült. Gulyás Na igen, gyerek... de, de az, téves feltételezés, hogy Bezeg Varga itt nem kerülte volna meg. Tehát pontosan ugyanaz a válasz érkezett Gulyás Gergőtől, mint ami Varga De nem tudjuk, hogy ő is ugyanennyire jó-e abban, hogy kibújjon a kérdésekre. Fölteszem, arra. nem azért ment el. Igen. Azt Azt tudom, tudomásul vettem, hogy a munkám egy részét elveszít, de hogy az egészet elvegye, az már sok lett volna, mondta Gulyás Gergely, és ezzel a kiváló mondatta. Bújcsúz... Bújcsúz... Nem volt minden izén ezt mondja el, ugye, mert legnagyobb ja. az utolsó háromból kettőn rákérdeztem arra, hogy akkor esetleg hogy lehetne kérdezni a miniszterektől is, akikhez tartoznak azok a dolgok, amikre Gulyás Gergely azt mondja, hogy ő nem tud rá válaszolni, mert nem hozzá tartozik és akkor minden alkalommal ez volt, hogy ja, miért nem szeretek tőle kérdezni, vagy miért én nem vagyok. De elégni? most én egy Gulyás és is magasabb rangú személyiséget fogok idézni, és akkor vajon ki az, akitől idéztem? Úgy szeretnék már egy választás, ami nem, választást, ami nem létkérdés. Kit idéztem? Ö, Orbán Viktor. Hát ő Orbán Viktornak volt a vagy egyik tételmondat ugye az évértékelőben. És mondjam akkor mondjam ezzel, ezzel... És akkor ezzel át is tértünk az évértékelő témára. Mit gondoltok, hogy létkérdés ez a választás, vagy sem? Ugye ez azért, hogy mondjam, kevéssé igaz mondat tud lenni, hogy egy politikus, vagy biztos ilyet szeretne, csak akkor nyugdíjas lenne. Tehát, hogy valójában aktív politikus számára létkérdés a választás, hiszen ez összes mindene azon múlik, hogy A. hatalmat szerez, B. hatalmat megtart, C. hatalmat elveszít, D. és erről az ellenzéki politikusok sokat mondanak, sokat tudnak, sorra nem szerez hatalmat, tehát sokat szóra nem De saját magára gondolt akkor ezek szerint, és nem az ország számára létkérdésem, Orbán de hát az, számára de létkérdés. Hát a, ugye olyan párt nem kampányolt még senki azzal, hogy hát én meggyőződésem, hogy nem fontos ez a választás. Kedves választó, úgy próbál mobilizálni, hogy azt mondja, hogy higgadjunk le, nem az országnak is, hát nem, nem létkérdés, ez egy ilyen vasárnap, tavasz van, sétáljanak, aki arra megy szavaz, tehát ilyen nem létezik. Tehát, hogy valójában a megoldás a... mozgalom most. Igen, tehát hogy olyan, hogy a választási kampány vagy párt ne azzal menjen, hogy létkérdés, a nemzet megmaradása és vagy elveszejtése a tét, én olyat még nem nagyon láttam Magyarországon. Lehet, hogy vannak olyan típusú demokratikus fejlődési országok, lehet, hogy Svédország vagy Finnországban eltérő temperamentum és klimatikus viszonyok miatt esetleg máshogy, hogy zajlik a kampány, de az Amerikai Egyesült Államokban sem gondolom, hogy mást hallottunk volna, mint hogy a, a, konkrétan a világvezető hatalmának holnapja a tét, tehát, tehát, effektíve holnap mindennek vége, vagy minden újjá születik, a, ha, 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 jó, ha egyik oldal szerint a jó eredmény születik. Ez egyébként annyira klasszikusan leírja az Orbáni politikát, hogy így elő, először elmondja azt, hogy az a tét, hogy megmarad-e minden, amit építettünk, majd utána elmondja, hogy ha most nyerünk, akkor valószínűleg örökre elpusztul az ellenfél, és soha többé nem tud visszajönni, majd azt mondja, hogy olyan sajnálom, hogy ez, úgy szeretnék majd választás, nem milyen létkérdés, hát akkor miért tetted azzal? Tehát ez a klasszikus, ez, hogy létkérdési emel egy választást, az ellenfél elpusztításáról beszél, és utána sajnálja, hogy ez ennyire durv volt a helyzet. Ugye ez nem, ez minden alkalommal el kell mondani, hogy ez nem alapvető, hogy zéró összegű játék a politika, ahol valaki vesz itt valaki meg nyer. Még a választásoknál sem az, mert ugye ott van a koalíció kisebbség, mindennek a lehetősége. Igen, de valójában, hogy mondjam, elméleti keretben igazad van, de a gyakor magyar gyakorlati keretben ugye nincsenek hát meg ez a ezek magyar, a, igen. igen. a magyar gyakorlati nincsenek meg ezek az opciók, amik valóban elvennék az ilyen típusú szélsőséges tétjét. Mondom szerintem nem a kommunikációba, de a valóságba elvennék a tétjét. Jó, de akkor hozzuk fel Hornyulát, minden beszélgetés legjobb pillanat, amikor fel akarjuk hozni Hornyulát. Tehát, hogy, szerintem nem igaz, szerintem az Orbán miatt van a. Most kicsit rászta erre a fejét. Hozzuk fel azért ezen így. Igen. Uh, szóval, hogy érted, le lehet mondani hatalomról a magyar politikai rendszerben is. Ugye ez a klasszikus, ez, hogy amikor Hordyula nem volt hajlandó élni a szocialista párt kétharmados felhatalmazásával, anélkül, hogy a többi párttal a konzultált volna, és ezzel nem akarom nyilván egy ilyen hősként belépni a Igen, de nagyon érdekes, mert ma meg az ellenzék is azt mondja, hogy akár 50 kal is át lehet alkotmányt hogy nem tudom, hogy a akkori nyilvános, az akkori politikai kult, Honyula Hongyula, a rendszerváltás előtt a kommunista párt egyik funkcionális vezetője, majd a rendszerváltás után négy évre hatalomra kerül, azért hogy egy olyan kultúra és politikai helyzetben van, és nemzetközi környezetben, amikor lehet, hogy az a politikai kormányzás csak a minimum feltétele valójában, hogy ő ezt a önkorlátozást végrehajtsa, mert nagyon más politikai térbe terelődik, amennyiben a volt komcsik, most leegyszerűsítve, elkezdik megírni az alkotmányt, vagy a kormányzást egyedül, bocsánat. Nem, nem akarnak benneteket a Hongyula tematikából kibillenteni, de a kérdésem Alapvetően a az megfogalmazott kérdésem arra vonatkozott, hogy nem Orbán Viktor számára, hanem az ország számára mennyiben létkérdés az, hogy ki fogja nyerni a választásokat. Szerintem világosak a számok: 50% szerint létkérdés, hogy a Fidesz nyerje a választásokat, és a jelenlegi tudásunk szerint ennél pár százalékkal kevesebb ember szerint létkérdés hogy az ellenzék. És éve. szerintetek vajon létkérdése, hogy, hogy mi lesz a választásnak a végeredménye? Nem. Na hát ezt akartam, akkor mehetünk is tovább. Hogyha ez a kérdés, hogy élni fogunk -e akkor is, hogyha bármelyik párt nyeri a választást, akkor mondjuk erre 95%-os biztonsággal, 9%-os biztonsággal azt tudom mondani, hogy igen. de nyilván van olyan, van egy csomó ember, akiknek kifejezett a létkérdés. Érted, hogyha az egyik, hogy az ellenzék azzal kampánya, hogy itt ki fog börtönbe menni, akkor kimondhatjuk, hogy azoknak igen. az embereknek, akiket ők börtönnel fenyegetnek, igenis létkérdés, hogy ők győzzenek. Hogyha pontosan tudjuk azt, hogy nem tudom, az elmúlt négy évben hány újságot zárt be a Fidesz, és mennyire számolta fel a teljes civil szférát, és a a, független újságírást, akkor kimondhatjuk, hogy a maradék civil szervezeteknek, újságoknak, ellenzéknek létkérdés az, hogy ne nyerje meg a Fidesz, mert végük van, hogyha nem. És nyilván számos, tehát persze rengeteg ember éli meg úgy, hát hogy ne érné meg. Hát lehet, hogy a tanár is úgy gondol, hogy létkérdés, hiszen amennyiben ezen a szinten maradnak a fizetések, akkor nem tud többé tanár, menni, az, tanár lenni. Az egy, az egy, az egy létem, létdilemma, hogy én tanár szeretnék lenni, és ha ebből a kettő opcióból az egyik azt kínálja, hogy lehetővé teszi azt nekem hosszú távon, vagy azt ígéri legalábbis, hogy tanár tanár maradhassak, akkor számára nyilván létkérdés, tehát az emberek többsége számára nyilván föl lehet fogni úgy, mint létkérdés. Az, amit a Zsolt mond, az meg a realitás, hogy bármi történik, valójában nyilván menni fog tovább az élet. Tehát a, a... Kanadában <gül> <gül> számunkra, de... Jártak már ott mások is, igen. igen. Ha minden tisztességes kicsi feláll és csatlakozik hozzánk, akkor április harmadikán elzavarhatjuk a korrup zsarnokot. Ugye ezt meg a másik évértékelőben hallhattuk. Ennek mekkora MZP-től, mekkora realitását látjátok? Ez egy nagyon érdekes beszéd volt szerintem, és én ezen már gondolkodóba is estem, mert nekem megmondom őszintén, én nem értem az ellenzék, vagy a márkizaj körüli stratégiát, nyilván sokat tévedhetek benne. Ugye az beszéd alapvetése, és ez többször elhangzott az, hogy a kiábrándult fideszesekhez, és, és azokhoz, és ő magát is úgy definiálta, mint a 2010-ben a fideszes hozott, és onnan érkezik oda, hogy, hogy elfogadhatatlan ez a kormányzás. Egyik ismerősen bombolja, hogy van kiábrándult, és van Fideszes, de nincs kiábrándult Fideszes. Tehát, hogy ez, ez, és ez szerintem nagyon jól leírja azt, amit mondani akarok, hogy szerintem ez egy hamis dilemma, amit fölállítanak maguknak. Tehát egyszer megcéloznak egy olyan célcsoportot, ami jellegi tudásunk szerint nem elérhető. A, most ugyan kutatás volt, ami kijött, de én még nem találkoztam senki, aki ne azt mondaná, hogy a Márkizaj elutasítottságát, az sikerült rettetesen növelni a fideszesek táborában. Erre szolgált egyébként több hónapnyi kampány, tehát elképesztő erővel az előválasztás, utána, ha egy napra is elbizonytalanító, elbizonytalan Fidesz stratégia, elképesztő erővel ment rá a Márki barra tolásában. Ma is látjuk ugye, hogy mini Ferencként ö, számos helyen föltűnik, tehát a gyurcsányhoz kötésében, és ebb, ebbe, a pozícióba szerintem nincs olyan mérés, ami az ellenkezét mutatná, sikerült betolniuk onnan abból a pozícióból el, elvenni a Fidesztől, vagy azt állítani, hogy onnan ő kiábrándult százalékokat tud még most 50 nappal előtte ö, megszerezni, azt én egyszerűen téves gond, elgondolásnak tartom. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy eb ezekben a hónapokban rendszerűen az ellenzéki szavazók vagy fogynak, vagy elbizonytalanodnak ez nyilván majd kiderül a legnagyobb, list, legnagyobb mintás közényekutatáson április án de hogy alapvetően Szerintem az elsődleges céljuk az lenne, hogy ott az összeset elviszik, aki elérhető, hiszen tavaly ősszel évvégén konkrétan X-re nyerésre álltak az akkori elemzői vagy kutatói konszenzus szerint. Tehát ebben az értelemben én egy picit nem látom, hogy vagy mondom, aztán április harmadikán, mert ha úgy alakul és megcáfolnak, és öttel kevesebb Fideszes lesz, de öttel többet áthoztak oda, akkor én tévedtem, de én ma nem látom, hogy ez miről szól ez a stratégia. De hogy az, amit mondasz, azt szerintem, amikor arról beszél Márkizaj Péter, hogy egy gyerekes, konzervatív volt Fideszre szavazó családapa, nem feltételezem, hogy van mögött a stratégia. Valami átgondoltság biztos van, de nem úgy néz ki Márkizai Péter, mint aki mögött olyan nagyon komoly stratégia lenne. De el tudod képzelni, helyikim. hogy egy ilyen pillanat, mikor készülünk rá hónapokig, véletlen? Tehát Igen, beszél... abszolút, abszolút el tudom, abszolút el tudom. Az, azt, el, azt el tudom képzelni, hogy... Iszonyú munka, meg tanácsadás van mögötte, de a végső dolog az az ő fejében születik mm -hmm. meg. És szerintem egyébként az, amikor erről beszél, az valójában a gyakorlatban nem a kiábrándult fideszeseket szólítja meg, hanem azokat, akikről ha. te beszéltél, és ott hagyták a nagyvárosokba. Mert ugye pont erről beszéltünk, hogy a, a városok szívében nyert nagyot Márkizai Péter, és akkor is beszéltünk arról, hogy valószínűleg azért, mert fogalmuk sincs róla, hogy ki ez az ember, csak tudnak róla egy dolgot. Hogy ő, egy hogy... ilyen beszéd úgy, hogy a, a... Az egyébként a beszéd elhangzásakor ott ülő szövetséges vezetők, kell nincs átbeszélve? Hát biztos, hogy látták nagy vonalakban a beszéd. Nem azt mondom, hogy ez nekik meglepetés de egyébként biztos, hogy nincs annyira átbeszélve. Hát azt képzelni, hogy Karácsony Gergely, Kanász Nagymáté, aki így nem találkozott volna még velő az LNP egyik hogyha látták volna azt a beszédben, hogy Orbán Viktor golyóálló mellényben megy óvodába, akkor nem akarják kihúzatni? Nem tudom, de nekem azt tűnik logikusnak, hogyha együtt ülnek fel egy hajóra, akkor legalább az ilyen legfőbb kikötőket átbeszéljék, hogy ott éppen de lehet, mit, a mit a pakolnak ki a hajóba. Attól átbeszélhették, szerintem, mert Zsolt, amit te mondasz, az, a, az olyan autoritása mindenkinek van a lídernek, pláne, hogy a mondatait megtartja magának. Mm. Ugye, az, amit a Jóska mond, az meg én is úgy képzelem azért, hogy legalább a... Pilléreket, hogy arról beszélek. Én, te arról beszélsz, hogy? Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy ez ne legyen egyeztetve. Ez az biztos, part... hogy egy, bocsánat, az biztos, hogy biztos, hogy egyeztetve volt, mert ugye Márkizai Péter most mondta el először a közjogi programját nagy vonalakban. Tehát az, amit ő elmondott, hogy mit akarnak csinálni gyors felsorolásban, az az ellenzék közös programjának a közjogi része volt. És ezért biztos, hogy át volt beszélve, de a, a, hogy ennek a részletei át voltak-e beszélve, vagy akár csak a, az IVE, azt nem tudjuk. A Partizánom volt egy interjú után egy nappal, vagy két nappal előtte vele, ott rengeteg kérdésre mondta az, hogy na majd, hogyha hatalommal kerülünk, majd kormányon leszünk, akkor ezeket megoldjuk, kitaláljuk, megcsináljuk. Erről mit gondoltak erről a... Ez egy taktikai húzás? Vagy, vagy egyszerűen még nem tartnak ott az átbeszélésben a többiekkel, hogy erre legyen érdemi válaszok ezekre az alapvető, alapvető programbeli kérdésekre? Hát ugye ezek részlet belikérdések kérdések, szerintem, ugye azt alábecsüljük, ideértve magamat is, a nehézséget azért, amikor hat szervezetnek plusz a vezetőnek kell valamilyen módon egyességre jutni. Itt egyébként a Róna Iványi történet is részben erről szól, hogy a legkisebb Ugye egy koalíció és a demokrácia valójában arról szól, hogy a sok érdeket, tömeget, csoportot képviselő erők Na, tehát az őket képviselők valamilyen módon egyességre jutnak úgy, hogy mindannyiuk számára a legalábbis elfogadható megoldásig el kell menni. Tehát amit se te, se, te, se én nem vétózok meg, nagyjából az a legkisebb közös minimum, amit el tudunk fogadni. Sajnos ez Róna Péter ebben az Hát a, abba az ügybe. De hogy a koalíciós kormányzás mert nyilván ezer ponton szólna erről, hogy azért a, az adórendszertől, ha elkezdünk menni az egészségügyi rendszer, hát, hogy hol van az a, az a kimunkált, meg kialkudott minimum, hát csak gondoljunk bele az emlékezetünk, hogy volt koalíciós kormányzás, hogy csak a MSZ még az sds ben micsoda <laughs> vérre menő vita, hát még, a, még, az MSZP, az, hogy az MSZP különböző tömörülései és szárnyai és erős emberei ennyire erősen voltak képvisel, képesek képviselni bizonyos érdek. Ékeket. hát a, a klasszikus példa szerint, amit a, uh, már kevesen emlékszünk rá, én is még gyerek voltam, Jóska talán már, köszi, kama, köszi, talán köszi. már kamaszkorban <laughs> volt, amikor uh, próbáltam azonnal segíteni, de te már rögtön föld alá ütöttél. Na, szóval, hogy a... <laughs> Le, lever a földre, levizeli a hullámat, a síromon táncol, majd, majd, majd rám kérni, komolyan, ez egy ilyen fideszes beszélő arc technika, hogy megsértődnek, és azt mondják, hogy megsértődtél Jóska. <laughs> Ettől ekkora a fejem, mint egy Pető Péter kollégám, csak meg csak is rótértem. Csak azt hogy te valóban érdemi újságírói munkát végeztél, amikor ezek zajlottak, hogy az egészségügyi... A rendszerváltás nem. Az egészségügyi reforma, ugye, ami a... Fényszedés Ami a MSZP SZDSZ egyik nagy vágya volt, és az együtt járt volna különböző kórházak átalakításával, intézmények megmondása. És elképesztő volt így olvasóként is nézni, hogy napról napra változik, hogy melyik zárhat be, melyik kisvárosba kell megtartani, nem tudom mert az adott terület egyszerűen olyan erősek voltak az adott pártban, vagy képesek voltak az egész Törvényszöveg alapját ö, ö, jelentő mondatokat, vagy nem tudom, alapvetéseket fölpuhítani, ahol nekik kellett. Mm. Na most ezt képzeljük el hat pártnál, hét pártnál, ahol, ahol mindenkinek megvan a saját ö, opciója. Tehát, hogy ebbe az értelemben én ezt bizonyos értelemben természetesnek tartom. Hogy de, ő, de hogy, hogy lehet, hogy... Így, tehát, hogy tényleg elfutnak úgy a kormányzásig? Tegyük föl feltéve, de meg, nem, megengedve, hogy megnyerik a választás. Be lehet úgy futni egy kormányzásba, hogy na majd akkor eldöntjük, hogy milyen lesz az adórendszer, na majd akkor eldöntjük. Hát de várjunk már, bocs, csak egy mondat, hogy az egy demokrácia ilyen szokott lenni. Igen. Tehát nem, nem, általában nem együtt indulnak a pártok, tehát másnap derül ki, kivel Igen. fogok kormányozni. Egyébként egyébként hozzátéve az előző példáthoz, hogy szerintem most sokkal békesebb a helyzet. Azért a mostani ellenzéki ilyen tárgyalásokról, meg a programalkotó folyamatról azt lehet tudni, hogy a dolgok 90%-ában teljesen jól egyetértenek, abban semmi vita nem volt, le vannak írva, minden területen van egy-két olyan dolog, amiben vita van mondjuk a, nem tudom, a gazdasági programalkotói, nem tudom, kabinet, vagy hogy hívják ezt, ott, ott nagyobb viták vannak, elsősorban azért, mert három erős ember van oda téve gazdasági Igen. szakértőnek, a többiben kevésbé, ilyen mondjuk a feles alkotmányozás, meg ilyesmi. Erre a megoldás valójában az, hogy akkor a 90 százalékot, amiből megegyeztünk, megcsináljuk, a 10 ot amiből nem egyeztünk, azt nem csináljuk meg. Ez szokott történni. Egyébként ez történik az EU-ban is, hogyha valamit nehéz megoldani, akkor nem kell megoldani. Akkor majd az megoldódik idővel. Meg, meg, bocsánat, most még nem tudjuk, mi lesz a képlet. A mai kutatások alapján nem így néz ki, jelenleg a kutatói konszenzus alapján valamilyen Fidesz többség látszik, de tegyük föl, 99 mandátuma van a Fidesznek. Akkor mit fog a kormányon csinálni? Hát ő is másnap tud tárgyalni a adott esetben a mi hazánk elnökével, adott esetben Kovács Gergő kutya párti elnöke, adott esetben a nagy koalícióról Márki Zaj Péter, mit tudom, most ezek persze teljesen abszurd példának tűnnek, de hát azért ilyen a, valójában ilyen a politika. Az, hogy Magyarországon a demokrácia nem így nézett ki, vagy mindegy, minek nevezzük, a politikai rendszer nem így néz ki, vagy nem így nézett ki az utóbbi időben, ez valójában a normális működése, és az az atipikus működése, hogyha ez elképzelhetetlen egy többpárti demokrácia, és nem klasszikus. Ugye most lényegben két pártinakról beszélünk, noha 6-8-9 frakció lesz másnap az országgyűlésben, hogyha jelenleg tudásunk hogy szerint. Hogy a KDN-ben is pártnak meg frakció. Vagy ott lesz, tényleg íz meg, így, meg, igen. Nem, nem Megnézzük azt, hogy ugye az elmúlt 12 évben nem nagyon volt szerepe a parlamentnek Magyarországon. A Fideszes kétharmad az egy dolgot jelentett, hogy amíg Orbán Viktor saját frakcióját keményen fogta, addig a kétharmad volt minden politikai hatalomnak az alapja. parlamentben nem lehetett ellenzéki politizálást csinálni. Hogyha nem lesz kétharmad, vagy akár nem lesz többség se, akkor megint lehet majd akkor az egyéni jelöltek feladata is fölértékelődik. Azt is pontosan tudjuk, hogy vannak olyan egyéni képviselőjelöltek, akikkel borzasztó nehéz együtt dolgozni, Uh, akár ott van mondjuk a, például ezt a kérdekes lesz a Momentum frakció, mit kezd majd Szél Bernadettel és adháziákossal, akik híresen önjáróak minden tekintetben, hogyan lehet őket a, a párt és a frakció céljaim elé állítani kényszerrel adott esetben. Brit Parlamentben létezik erre egyébként egy, meg az amerikai kongresszusban is egy Chief Whip nevű, ilyen Chief Whip nevű kifejezés, a, az OSTOR, ő a harmadik ember minden frakcióban, akinek az a feladata, hogy kiharcolja a frakció fenyegetésekkel, adakozásokkal, bármivel, de megszerezze a szükséges szavazatokat a saját párton belül. Ugye ez nálunk egy tökéletesen ismeretlen dolog, ha saját párton belül is harcolni kell azért, hogy valamit megszavazzanak a képviselőid, de a politikában teljesen normális. Egyszerűen dolgozni kell. Hát igen, ig és ugye ez, megint ezt nem tudjuk elképzelni, de valójában a Fidesznek 100, vagy 101, vagy 102 képviselője lenne. Ugye az magával hozna a Fideszes képviselő öntudatra ébredése című ö, drámát, ami <laughs> Orbán, ami Orbán Viktornak szokatlan lenne. De ugye akkor egy pillanatra mindenki szavazata az érték az írtóztatóan fölértékelődik. Tehát ott valószínűleg teljesen más pozícióba kerülnének. Nyilván vannak olyan képviselők, akik, hogy mondjam, Orbán Viktorval a tárgyások során nem érvényesítenék ö, ö, az egyébként mögöttük álló demokratikus legitimáció legszélesebb ö, lehetőségeit, de biztos lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy hát jó, de nekem fontos lenne az a túloldalon. Tehát, hogy, hogy egy más Le, pozíció. Lenni, lennének azt gondolom. Biztos vagyok benne. Hát biztos. azért, hát Azért... Pillanat, amikor becsúzsolt, nem tudott de... Ja, most Orbán Viktor válogatta ki ezt, ezt, ezt a, de, a, a, a ha, áderféle régi csatát. De ha 101-en vagyunk, abból az következik első körben, hogy nem kizárt, hogy négy évvel még kevesebben leszünk. Ha még kevesebben leszünk, akkor azt nagyon szeretném, ha jelennék a még kevesebb egyike. Én akkor leszek a még kevesebb egyike, ha a választóimat meg tartani. Hogyan tudom megtartani a választóimat? Ha, me, meg, ha meg tudom, haza tudom vinni azt a mennyiségű fejlesztési forrást, nem tudom, el tudom nekik mesélni továbbra is, hogy én vagyok a legjobb képviselőket. Tehát egyszerűen bele vagy szorítva abba a szerepbe, amelyben képviselő akarsz lenni. Ja, tehát úgy értem, én félreértettem, mert hogy nem arról beszélt, hogy fellépne akár a Fidesz központi politikájával szemben, hanem ja, arról beszéltél, hogy nem, 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 hát tőbb, van, az hát hát a, a, azzal nekem kétségén vannak, de abban, abban egyetértek, hogy pénzt szerezni a, a választókerületemnek. Kizárnak, az... azt sem tartom egyébként. Ugye most uh, nyilván politika elméleti részéről beszélgetünk, tehát hogy nem tudjuk, de én, amit a Zsolt mond, az egyetlen, tartom kizártnak, hogy a ciklus felénél, vagy a harmadik évben, attól függ hogyan állnak az akkori dolgok, uh -huh. miért ne gondolná, hogy az ő személyes érdekei egyszerűen egy ponton azt indokolják, hogy valamilyen ügyben állást foglaljon, még akkor is, ha az nem egy zárójel polgármesterék most is csinálják. Hát a Cserbalkovics Andrásnak megnézzük a mm. ciklusbeli megnyilatkozásait, minden olyan kulcsügyben, amikor a saját önkormányzat kárvallotja lett, vagy lehetett volna az adott helyzetnek, azonnal megszólalt, és karakteresen beszélt egyébként. Miért? Mert ő fölötte kap a Fideszes listák, listának, tehát a, a városi Fidesz szimpatizánsok fölött kapja a támogatottságát, neki egyszerűen ő akkor lesz örökké székesvére a polgármestere, ha képes Fideszen kívüli világból is szavazatokat szerezni. És a, amint vissza, tehát amint a stabil többségből a hatalom némiképp visszáram az egyeni képviselőkhöz, akkor lehet, hogy egy csomó egyéni képviselő így az érdekeken kívül is öntudatra ébred. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mondjuk, nem tudom, százan vagyunk, hogyha egy ember nem szavazza meg a költségvetést, akkor nincs költségvetés, és te azt gondolod, hogy, hogy talán a Rogán így elbassza, és akkor így tavaly még 133-an voltunk, most már csak 100 vagyunk, és akkor a következő választáson még kevesebben leszünk, és akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy nem, még sem kéne kampányolni, meg nem kell mindenkit hülyének nézni, és ezért hajlandó vagyok tenni is valamit, hogyha tudom, hogy rajtam múlik egy amúgy fontos dolog. Ez egy meg, ilyen meg, hát nagyon mege, optimista mege, dolog. Megerősödhetnek most. tényleg olyan figurák, hogy Navracsis Tibor megnyerni egyéniben, és bekerülne, azért vannak néhányan, akik alanyi jogon is részesei, vagy ott, ott vannak a politikai palettán, és nem pedig szavazógépekként Orbán Viktor által rábökött emberként tolták be szavazógépnek őket a parlamentbe. Őket nyilván nagyban segíteni az ő arcépítéseket egy ilyen, egy ilyen szituáció. Záru, az Orbáni zsenialitást azért ne felejtsük el, hogy ez a fejedelmi udvar a zsenialitást ilyen hatalom, mi ez, pöckölési játékokban mérve. Ugye ez az udvartartás, amit épít, és ne felejtsük el az összes ilyen emberét, akiről beszélsz, hogy öntudatra ébredhetne egy adott helyzetben, mind billegő körzetet kapott Igen. ezbe a helyzet, magyarul. Ha ezek a billegők jönnek az Orbánnak, akkor valójában ezek a kérdések nem állnak fönn, mert akkor megmarad az Orbáni túlhatalom teljesen. Tehát valójában akkor nem kell öntudatra ébrednie, és nem kell Navracsis Tibornak azon gondolkodni, hogy milyen hát, plusz János, szerepe van. vagy Lázár Jánosnak, ez az, az a másik klasszikus példa. Tehát valójában ez egy olyan helyzet, amikor Orbán ezeket a figurákat beleteszi abba a játékba, hogy magát, maguk fölé emelik a, a hmm. miniszterelnököt, hiszen akkor teremtődik meg az a stabil többség, az a 120 125 ös többség, amiről beszélünk. Ha Orbán és Navracsics nyer, ugye az egyik a tapajcai, a másik a hódmezői körzet, ugye az mind a kettő így-úgy billegő Lázal körzet. És Navracsics. Bocsánat, Orbán, Orbán mondtam. Ja, bocsánat, igen, igen. Szerintem előttem emlékszem mindenki. <laughs> Visszatekerjük. Annyira... Mindegy, tehát, a... Valaki égni fog közülünk, néz, vagy a hallgatók én szemében nem, nem, Fogadtam. Engem meg nem zavar, ha ég, Úgy <laughs> <laughs> És akkor teljesen mindegy, akkor én hibám volt. Szóval, hogy, szerintem a, ez a rész ez nagyon érdekes. Amit még én az évértékelőről, ha szabad egy mondat mondani akartam, amíg az ellenzéki oldalról meglepő volt nekem, hogy volt egy napjuk. A napot abban az értelme mondom, hogy ott voltak mind, a fókusz rajtuk volt, Föléptek beszéltek, és nem mondtak be nagyot. Nem tudom, hogy kellett, csak nekem én az volt az előtt, én azt hittem, hogy megpróbálnak valamit, mert napokig képesek tematizálni, és mondom, nincs ötletem, hogy mi ez. Egyszer a logikájából az, mert ugye, ha csak beszédet mondasz, akkor holnapra már mások mondanak más beszédeket, és, és lekerülsz napirendről. És de mondtak be nagyot. Március 15-ére kormányváltó nagy gyűlés, Szerintem ez az egyetlen, amit. Tehát egy hát, valamit Jó, csak be. azt meg egy kicsit papírformának gondoltam én legalábbis, hogy nagy lesz március 15 -én. Kívülről nézve szerintem nagy. Most tematikailag gondolom. Nem, egyszer, nekem szerintem egy nehéz helyzet egyébként, mert ugye most ebben a hónapban lényegében minden olyan társadalmi csoport kapott valamilyen juttatást, amelyikben a Fidesznek A. vagy gondjai vannak, B. érdeke, hogy lejjebb vigye az ellenzék támogatottságát lásd 25-i vagy nyugdíjasok és a, de... a fegyveres testületek a legdurvább szerintem az összes közül. Egy szintén. Vagy, vagy még a mit akartam mondani, még a támogat, vagy az a visszatérítések is. Tehát magyarul van egy olyan helyzet, amiben a Fidesz gazdasági értelemben uralja ezt a het, ezeket a heteket, hiszen mindenkinek csipog a telefonja. Tehát ez ja, hiszen, de de erre mondja ugye már Zaj, hogy a, már ezt már többször elmondta, hogy az okos ember az elfogadja, amit adnak, és másfelé szavaz. Ez politikai értelemben nem rossz mondat szerintem, csak azt mondom, hogy ahogy, ahogy ahhoz, Mi? hogy elkezd gondolkodni az, hogy miért jobb világ neked az, amiben tehát csipog a telefonod, és akkor közbe kell elgondolnod, hogy miért lesz neked jobb világ, ha nem csipog a telefon. Most leegyszerűsítem. Ugye először is nekik meg kell igény, hogy csipogni fog a telefon, ezt is tették egyébként. Nem sms jön a pénzről, hogy kaptál erre Nem vagyok biztos benne teljesen, hogy az embereket nem nyugtalanítja egy kicsit az iszonyatos mennyiségű pénz, amit most visszakapnak. Arról se, hogy igen, meg arról se, hogy nem. De miért gondolod? Azért, mert felelőtlenségnek tűnik. Mert soha nem, nem, volt ilyen az elmúlt 12 évben. A szerintem annak... Lesenek, tűnik. Nekem én Nekem szám, Számos nem. barátom mondja azt, hogy most, most, kaptam a feleségem együtt 1 millió hatot, de hát ez nekem nem jár. Azért fizettem be a, nem tudom, a havi 600 ezer, 700 ezeres bruttó pénzemből az SZI-át, mert hogy azzal szállok be az egészségügybe, az oktatásba, az útkátyúzásba, és ez nekem nem jár, és most meg visszajött. Hát nyilván én nem, azonban, nem fogja visszautalni. Nem tudom héten... ezt eldönteni feltétlenül. Volt. Én múlt héten egy asztaltásából ültem, itt a sors este, amikor csütörtök vagy péntek este, amikor elkezdtek érkezni, az én asztaltárságom nem panaszkodtak ilyen feszültségekről, nem számoltak be. De ez nem olyan dolog, Plusz Pluszkörök érkeztek szerintem. az asztalhoz. Tehát, hogy, de, de, hogy érted? Jó, hely, jó helyre ment akkor a, az a pénz, az ami szóval mehetett szóval. volna az, a szegénység felszámolására is. Hát az arra a, ment. szomjúság felszámolására ment. Ilyen füstös romkocsmákban átlényegült át, át lényegült unikumál, vagy, vagy, pálinkál, vagy e, egyébként így. szerintem, bocsánat, hogy ezt így de a nagy mondás helyett szerintem fontosabb az, amit Látványosan megpróbáltak megcsinálni, hogy komolyan vehető dolognak tűnjenek. Az utóbbi időszakban ez gyakorlatilag igaz. csak azon gondolkozom, hogy így mi 2018-ban a választások előtt mennyire nem tűnt komolyan vehető dolognak az ellenzék, és hogy most annak tűnik-e kívülről. Mert a Fidesz 2010 előtt komolyan vehető dolognak tűnt. És szerintem a legfontosabb dolog, amit el kell érniük, az az, hogy úgy nézzenek ki, mint egy szervezet, aminek van esélye. Van. Hogy ez egy komoly dolog, ez egy valódi szervezet. És ahhoz megépítették ezt a baszott nagy színpadot, már bocsánat. ez már második sípolás lesz. Hát internet, bármi elfér. Pedig már mióta hagytam és most újra kell itt sípolgatnom. <laughs> szóval Pics. megépítették az óriási színpadot, ott volt 106 képviselőjelölt, látványosan figyeltek a részletekre, az persze nem sikerült megoldani, hogy ne szakadjon meg háromszor a közvetítés, de ez tényleg már részletkérdés és itt szerintem azt sikerült megugraniuk. Hogyha megnézted a gyógycsenyi értékelőért, még múlt hét pénteken, az konkrétan képi világában olyan volt, mint egy bagina csaparódia egy gyógycsenyi értékelőről, hogy így aláfestő nevetés nélkül így betántorog egy gyógycsenyi gyűres háttér elé, és folyamatosan valamelyik munkatársa bekiabált ráadásul egyetértőleg. Tehát az tényleg ilyen nem úgy ezt a torgot természetesen, de hogy így beesik az, a színpad elé. <laughs> sokkal, sokkal, jobb, figyelj! Kivágjuk, vagy hagyjuk? Hát így beúszik a színpad elé. <laughs> uh, szóval szerintem az egy sokkal kevésbé komolyan vető dolog volt, mint a Péter tegnapi műsora, és attól is komolyan vehetőbb volt, hogy ott voltak a többiek, mögötte ültek, amit mondott, azt hiszem nagyon fontos, és az a, viszont az előző hétvégén volt nagyon látványos szerintem, tehát a, aláírások összegyűjtésekor, én már reggel, mikor nem tudom, elkezdtem a telefon nyomkodni, és már eleve a látvány, tehát hogy ugye azonos a módon néztek ki. Voltak merchandising termékeik leegyszerűsítő, a kabáttól a sapkán át, nem tudom. Tehát ránéztél vala, ránéztél, és úgy tűnt, mintha egy egységes politikai szervezet Igen. kampányon azért, hogy egy másik egységes politikai szervezetet leváltson. És egyébként egész nap hatékonyak voltak, nagyon gyorsan összegyűjtötték, nagyon gyorsan kommunikálták, mindezt úgy időzítve, hogy a Fidesz ilyen olyan akcióval egyszerre, vagy, vagy, azt kicsit rongálva legyen. Tehát az egész hétvége úgy nézett ki, mintha egy nagyon ö, versenyképes szervezet állna szemben egy másik versenyképes szervezettel. És nem csak, és szerintem itt nem csak az a fontos, hogy meg tudták szervezni azt, hogy összejöjjön fél nap alatt az összes aláírás. Emlékszünk 2018-ra, amikor nyilván más volt a matek több izének kellett összeszednie ö, kevesebb aktivistával, de még az utolsó napokban is voltak olyan körzetek, ahol le kellett küldeni pesről aktivistákat, hogy ott szedjék össze. És azért ilyenek előfordultak. És most nem csak az, hogy meg tudták szervezni azt, hogy összeszedjék pár óra alatt mindegyikben, hanem az, hogy azt meg tudták szervezni, hogy ez üzenetértékű legyen. Hogy lemegyünk és megmutatjuk. Abszolút, de mondom, ez meg a minimum feltétele szerintem, ezt sokszor szoktam mondani, hogy a, az ellenzék támogatóit, ha nézzük az utóbbi hónapokban, egyébként a kutya támogatottsága párhuzamosan, ami lényegében úgy van fölül és alul mérve, hogy az ellenzék milyen teljesítmény nyújt éppen a választók megítélése szerint az adott hónapban, akkor szerintem egészen világosan látszik, hogy nekik több százaléknyi vesztesség, vagy nyeremény esélyük van attól függően, hogy lesz -e a remény gondolata az emberekben. Tehát erős lesz a remény gondolata. Magyarul az ő mikrokörnyezetük, az ő barátaik, az ő családjuk, az ő Facebook buborékuk, az ő televíziójukban azt érzékelik-e, hogy reális esély van egyik nap leváltani a kormány másik napra. Ha igen, az egy mobilizáló és egyébként a, a hatpárti ellenzék támogatottságát stabilizáló dolog. Ha nem, az ellenkezőjét érzékelik, akkor pedig ez egy gyengítő tényező lesz, és ezt nagyba tudja gyengíteni az típusú szivárogtatós fegyelmezetlenség, amihez újra visszatérnek alkalmasint, amikor éppen ráérnek, hogy egymásról mondanak információkat. Mi a sajtó vagy a médiában dolgozva nyilván nem vagyunk szomorúak, ha exkluzív információkhoz jutunk valamiről, csak hát ugye a politikai logika radikális tagadása az, egy olyan versenyképesség hátráltató tényező, ami, ami, ami zajlik ilyenkor. Ez sokkal kevesebb egyébként, mint bizonyos időszakokban, ahogy a Zsolt mondta. Szerintem, ez most nagyon Abszolút, de hogy még mindig látunk a nyilvánosságban az ilyen jelenteket. Szóval szerintem nagyon érdekes lesz, hogy ezt a remény gondolatot meg tudják teremteni, és a választók fejében megszületik-e, vagy nem, mert szerintem mondom, ez százalékokban lesz mérhető a nap végén. Na, ma volt szó telefon volt szó kisipolásról, és most egy hármas sípszóval szóval radikálisan berekeztem ezt a mai háromharmadot, jövő találkozunk. Pető Péter, Köszönöm, búcsúzik Nagy József. <laughs>